Hoover, tehát a korábbi HCV bajnok, aki most ott van a tornament döntőjében. Mikrofont kér. A nevem Dover és a HCV egyik alapítója vagyok. Életemben először vagyok verőcén, de azt kell, hogy mondjam mindenki nevében, aki itt van hátra, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy ti is itt vagytok. Ez a család, ez a közösség, a magyar pankráció, a HCV, a magyar profi birkózó. 10 éve azon dolgozunk, hogy ez a produkció, ez minőség legyen, ez valami olyan legyen, amire Magyarország végre büszke lehet, amire úgy tekintetünk, hogy szeretjük, ti is szeretitek, és a sajátoknak érzitek. Én pedig személy szerint azt akarom, az a célom, hogy ennek a szervezetnek újra a bajnoka legyek, és jelenleg ettől egyetlen mérkőzés választ el. Vakai azt mondja, hogy nem beszélgetni ott, és azonnal neki ment Dovernek. Hát a sztáfos kollega és Bence bíró ehhez kevés, most már Dover megy utána, és a roster tagoknak kell kijönni, hogy szétválasszák a két szuper nehéz súlyút. Renato elhúzza az egész. Érdekes párosítások alakultak itt ki a közös cél érdekében, például Med és a Gulyás Ramin egy-egy tagja tartja vissza Renátót Staffos Mátéval. Tartsák is vissza őket, ez a mai este főmérkőzése. Fölé, de hát a mai este főmérkőzése! Magali, Renato kontra Dover Tét! A HCV bajnoki övényét zajló főmérkőzés a Vendettán! Dover egy úgy gondolom egy nagyon szimpatikus promóval indított, de Makai nem kívánt beszélgetni. Őt nem a múlt érdekli és nem Dover érdemei, az érdekli, hogy ott legyen a Vendettán a címmérkőzésben és újra HCV bajnokká váljon. Botsága. Oh, és egy kis akrobatikával megspékeli. És folytatja az elbókat. Bíró is úgy meglepődött, hogy társak az ott szállal a sajt. Howard Crossbody! Kötélről, remesen!
kérése, hogy Irén folyamatosan szájára vegye ugye mindenki előtt. És bírálja őt. Neked, hogy beavatkozzon mindenféle módon, ahogy csak lehet. A mese ügyleteibe. Így van, most bele akadt a falba gyakorlatilag. Hát az erő azt lesz, hogy felkapta! Mese elhajítja rá a kötélete, jó ég! Fogja is a combját. Vagy a hasán találta elmesét. Comb, has, nem tudjuk halálos. Egyik se túl kényelmes. Ez a kötél nagyon tud vágni. Gulyás Irén pedig ugye a kankuláció mellett előre. Emese súlya neki, nem egy gulyás. Nem valószínű, otthon a szénabálákat egyedül pakolja a pajtában, úgyhogy... Emese pehely könnyű súly neki. Bár nyilván a rugás megérezte, amit még rögtön az elején megsorozta többször. Milyen szépség! Milyen szépség! Három! Pirulnak nehéz pillanatok Emesének. Pirulnak ismét számolnia kellett volna, és most kedélyesen csemeg Irén. Jól tűnik gyerekben érzi magát, és egy kis folytás. Három! Ki kellene engednie? Így van, amíg a bíróltig számol Emesét. Emese próbál átkúszni a szemközti rincs sarokba. A közönség nagyon bátorítja. Ez melyik részében történt ez a támadás? Hát, amivel lehet. Amivel elérte. Irén nagyon nehezen viseli, hogy a közönség nem az ő oldalánál. Ellöki magától Emese. Azt hiányolja Irén, hogy miért nem tudják a nevemet, miért nem az ő nevét kántálják. Hát azt előtetet nem lehet megvenni. Csak viszi. Oha, térdére fekteti Emesét. Ki fogja felnekelni? Ajaj, hát bízunk benne, hogy igen, András. Úgy is van. Forró ez a nyár itt verőcén. Irén, nincs hova sietnie. Az elején nagyon beindult Emese, de most már percek óta uralja a mérkőzést. Hajánál fogva cibálja arrébb Emesét, amiért megmerte ütni az orcát. Semmit sem lehet itt megcsinálni! És már megint a bíróval is Zsázerit beszélget. Lehet, hogy meg fogja bánni, hogy ennyire könnyedén kezeli most Emesét. Valaki Irénnek is turkol azért, kihallom néha azt a magányos hangot. Hát ki tudja, mégis vidéken vagyunk. Fó, hát ezt nem tudom, hogy kommentáljam le. Sokan örülnének, András, maradjunk abban, ne legyél elszent. Feleségem van és gyerekem. Én ilyet nem kívánok, köszönöm. Hát Irénnek gyakorlatilag minden része fegyver, az intim részei is. Hát igen, ezt elmondhatom. Felnyalábolja Emesét. Könnyedén fogja. Befejező mozdulat a Samo Androp. Nincs meg. Keresd, hogy hol van Emese. Egy kettőr megvette ezzel az akrobatikus mozdulattal Irént. Foghatja a nóziát. Mindketten a földön. Ki az, aki előbb tudja magát összeszedni? Lassan mindketten talpon ismét. Ó, oh, az igen. Megsorozza a kisasszony. Megküldi a sarokba. Elkészül. Oh. Elmozdul Irén. Ó, oh, és még egy kontra. Egy spárgával lement, és így beesett arccal ismét. Emese! Ez a szín ütötte az ülepével Irén fejét. Hát Emese is megmutatja, hogy az... Ő hátsó fertája is fegyver. Sanszert! Sanszert! Így van. A köteleknél Irén karja, a bíró nem számol, nagyon helyesen vette észre Bence bíró a szituációt. Oha! Nusszolt! Rajta nusszoltot! Képes rá, Emese láthattuk már tőle. Irén résen van. És egy jól irányzott hasasütéssel. Leesik Emese. Kíméletlen taposás. Na majd most? Meg lesz? De jó Isten! Verőce és... Megvan a három! Megvan a három!
kevés volt. A hőkőzés győztese! Gulyás Irén! Gulyás Irén és... Irén, mikrofont ragad! Kihozzunk a fővárosból! Azt aztán egyből nem bírsz magaddal! Azt mondta, ne legyenek itt az öcseim soha többet! Itt voltak? Nem. Győztem? Igen. Van egy meglepetésem számodra. Mesike. Augusztus 30-án. A vendettel. Aki veszít, az elhagyja a várost. Lehet hazafele! Ludwig, kihívás elfogadva! Loser leaves town, az a vesztes hölgy elhagyja a HTV-t! Szűk ez a hely kettőjüknek! Egy karrier 30-án a Vendettán a madárfészekben véget ér! Elsőként Dover közeledik a réphez. Ez a tornament döntője. Itt kiderül, ki mehet majd a Vendetta a main eventjébe a bajnok jövér, ami jelenállás szerint Tóth Bence ellen lesz, ugyanis Szapán nem fog tudni eljönni. Minden nap változhat a helyzet, ezzel tisztában vagyunk, ilyen világot élünk. De jelenleg itt áll Dover ismét a kapujában, hogy HCV bajnoka legyen. Még volt az, amikor ő volt a bajnok. Szerintem kellőképpen kihelyezett azóta. Hogy ez megvalósulhasson, ez az álma, ez a célja, hát nem egy apró kis akadállyal kell megküzdeni előtte. Ugyanis az ezüsthátú gorilla, Renato, az ellenfele. Renátóban is, ott van a szárka, ott van benne, ugyanis újra szeretne HCV bajnok lenni. Úgy érezte végig, hogy kérlakanul. Mellőzött volt eddig, és készen áll, hogy újra a derekán viselje a HCV övét. Hölgyeim és uraim, a mérkőzés résztvevői! Tőlem jobbra az ezüst hátú, a HCV korábbi nehézsúlyú bajnoka, Makai Renato! Szemközt fel pedig szintén a HCV korábbi bajnoka, szintén nehézsúlyban, az Erosop Hungary földön járó fele, ő Makai és Doveri Dover! Hát olyasmi ez nyúl, ami újdonság tőle, és újdonság lehet Makainak. Meg kell lepnie! Makai egy félelmetes, pusztító gépezet! Egy dropkickkel nyitott ugyan Dover, de Makait nem sikerül hosszú távon meglepni. Igen, Dover általában mérkőzéseken a testi fölényét használja ki, viszont ezt most elveszítette. Renato ellen mindenki elveszíti a testi fölényét. Igen, ne felejtsük el, hogy Makai egy harci gép, de a birkózó, konkrétan a pro wrestling, a pankráció birkózó tudás a Dovernek az egyik legnagyobb Európában.
Ebben nem tud vele, ebben az egyben nem tud vele versenyezni Makai. Így van, nem véletlen Dóvel, HCV Dojo főedzője. Teljesen megérdemelten és nem véletlenül. Ú, de nagyokat kap Dóvel, olyas ground and pound Makaitól, és nagy bajban van. Nem biztos, hogy tudja, hogy hol van. 2-3 is nagyon becsúszott. Nem akarta befejezni Renato. Várja, hogy fölálljon, de fölálljon és megkapja a knockout punchot. Dover! Nagyon okos volt. Átemelte a kötélen Makait. De Makai lábon kiholta. Ez viszont már nem. Rádáj volt Apronról. És elindul a buli a Verőcei mezőn. Közönség néhány tagja már jól érzi, hogy helyezkednie kell, hogy láthasson. Ground and pound a füvön! Mi szerencsére pont rálátunk még. A tornament döntőjében két dühöngő bika, Makai és Dover. A füvön és a közönség követi őket. És átforgatja egy kis grappling a földön, és megint ground and pound. Meghempergőznek. Csak egy győztes lehet, az az egy győztes, ott lesz a vendett a főmérkőzésén. Renato jön vissza, inkább úgy mondja, hogy neki elég volt a mezőből, lehet, hogy fűallergiája van, vagy nem tudom. Igen, ott hagyja Dovert, Bence Bíró folyamatosan mindkettőjüket próbálja visszavezényelni. Én úgy látom, Bence Bíró nem akarja őket kiszámolni, és ennek nagyon örülök, mert a tornamentnek csak egy győztese lehet. Így van. A bíró Makai saját jogkörében dönthet, hogy milyen ritmusban számol. Vannak bizonyos szituációk, mint például ez, amikor nagyon helyesen. Viszont Renato teljesen képben van a dolgokkal, ugyanis ahogy visszagurult egy pillanatra, megszakította a számolást a bírónak. És így újra... Teljesen vegyes reakció! Az aréna fele Makait, a másik fele Dovert akarja győztesként látni. Mindent használnak, amiért kezük ügyébe kerül. Volt ott szék. Most nem sokat látunk az akcióból. A kamerás pedig viszont jó helyen vannak. Igen, felmásztam a szék tetejére. Így látok annyit, hogy Renato beküldte vállal előre Dovert, az egyik tetőtartó fa oszlopnak, és jönnek vissza. Egy gyerek klubban volt. Szerencsére túlélte a stappos, küldte arrébb. Újra a ringben vannak, én is visszaülök. Dover és Makai újra a ringben, hát bejárták itt a Verőcei völgy majon egy részét. Makai milyen könnyedén kapja fel! Úristen, ott a pingpong! 1, 2, nem! 2,96, nem hiszi el, és én sem hiszem el. Nem hiszi el, Makai nagyon megdolgozta Dover. Talán nem látta Makai Dover korai éveiben, hogy micsoda deathmatch-eken vett részt, hogy mi mindent bír ki ez az ember. Tűnik, hogy Dover alig van magának. Hatalmas clothesline Makaitól. Makai egy kicsit tanácstalannak, ketrezbe zárt gorillának tűnik, mert Dover nem adja fel. Ilyenkor már meg szokta nyerni a mérkőzéseit Makai. Viszont kb. Dover élettelen testi dolgozza a clothesline-ról clothesline-ra. Aprítja gyakorlatilag Dovert. A közönség extázisban is megmondom őszintén, hogy én is borzasztóan kíváncsi vagyok, és hogy ebből vissza tud-e jönni Dover. Bíró csekkolta, hogy magánál van, Dover jelezte, hogy igen. Ezért Renato megvárta, hogy hát a vége KO-val, TKO-val, technikai KO-val a mérkőzés, de nem. Ahhoz... Még Dover mindig jelzi a bírónak, hogy menjen, folytatódjon, bár igaz... Eszméletlen le kell ütni ahhoz, hogy feladja Dover, az egészen biztos. És Makai jó úton jár, hogy ezt meg is tegye. Igen, konkrétan eszméletlennek kell lenni, hogy Dover feladja. És ezen dolgozik Renato, ezt akarja elérni. És lekerül a kesztyű! Lekerül a kesztyű! Makai mindent bevet! Dover! Egy ankle lock! De ott van Robrék, egyből elérte. Nagyon közel a kötél, és Makai bizony bele is kapaszkodik. Le is löki magáról, lerúgja magáról. Itt volt egy esélye, de sajnos, Dover szempontjából sajnos. És Makai most megkészíti. Most megmutatja Dovernek, hogy földharcban sem lehet jobb nála. Nála nem. Viszont ő KO-val akarja befejezni. Igen, másodszor is látszik Makai, hogy feláll, és elhelyezkedik a KO-páncshoz. Ő egy nagyon tiszta kiütéses győzelmet akar.
egyértelmű, győztes akar lenni a mérkőzésnek. Bakai, nem! Oh, oh, oh. Kiemeli Dover! Meg lehet a magyar bándor, nem! Túl nehéz, Bakai! Túl nehéz! És túl nagyot üt! Vágni lehet a feszültséget! És a közönség percről percre, az elején még Makaival szimpatizált, most pedig már Doverrel, mert amit kibír, az egészen gigászi. Van egy angol kifejezés, hogy manhandling, nem jut eszembe a megfelelő jó szó rá. Még volt a tartsajában egy ilyen trükk. Renátó lefejelte a ringoszlopot. Igen, a feje találkozott a vassal. Kettő, és megvan a vállom. Jó Isten! Nem volt a befejezés. Makai, aki mindent megtett a végén. Hát magát ütötte ki egy spinner, ami mellé ment. Belefejelt a body új vaszba. Nem tette tökre a fejében. New York. És Dover a rutinnal megverte. Az elején még kérdezte a bíró, hogy mi van. Szerintem nem is tudta, hogy lőjjel, csak szólt a zenéje. Ekkora szíve van ennek az embernek. És mutatja Dover, mutatja a jelet, akarja a HCV bajnoki fővét, a nehéz súlyúlva, még egyszer akarja.